Szeretett testvéreim, elérkeztünk Lukács evangéliuma első részében, az 57. versig. Olvasom az igét. Amikor pedig eljött Erzsébet születésének ideje, fiút szült. Meghallották a szomszédai és rokonai, hogy milyen nagy irgalmat tanúsított iránta az Úr, és együtt örültek vele. A 8. napon eljöttek körülmetélni a gyermeket, és apja nevéről Zakariásnak akarták nevezni. Anyja azonban megszólalt, és ezt mondta, nem, hanem János legyen a neve. Mire ezt mondták neki, de hiszen senki sincs a te rokonságodban, akit így hívnának. Ekkor intettek az apjának, hogy minek akarja nevezni. Ő táblát kért, és ezt írta rá. János a neve. Erre mindenki elcsodálkozott. És egyszerre csak megnyílt Zakariás szája, megoldódott a nyelve. Beszélni kezdett, és áldotta az Istent. Félelem szállta meg a körülöttük lakókat, és Júdea egész hegyvidékén beszéltek mindenről. Akik meghallották, szívükbe vésték, és így szóltak. Vajon mi lesz ebből a gyermekből? Az Úr keze pedig valóban vele volt. Milyen jó látnunk, hogy óramű pontossággal történnek az események. Az az Isten, aki kimondta, hogy legyen világosság a teremtés hajnalán, és lett világosság, azóta is így dolgozik. Jó megerősödnünk abban, hogy egy percet sem késnek Isten órájában az események. Eljött Keresztelő János születése. Megérkezett az előfutár, Jézus útkészítője ebbe a kedves lelkész családba. Testvéreim, én nem akarok mindig a nagyok mellé ágaskodni, de számomra mindig személyes üzenet is, amit az igében figyelek, olvasok. Olyan kedves a számomra, hogy Keresztelő János, akinek igen kemény feladat adatik, és akinek az útja is sok szenvedéssel jár, addig is, amíg aztán fejét veszi a gyalázatos Heródes, ebben a kedves, meghitt családi légkörben növekedhetett. Mennyi szeretetet kapott apjától, anyjától, amit magába szívott. Mert mindenre szüksége volt ahhoz, hogy később azt a sok mindent, ami őrá várt, el tudja hordozni. Így alakítja az utunkat a mi Urunk. Van, akinek nehéz gyermekkora van, és őszintén sajnálhatjuk, de van, amire ezen keresztül felkészíti Isten. Akkor sem jó, hogy így viselkedtek vele, de ez Isten szeretetének a jele, ahogy a rosszból is jót tud kihozni. Azt mondtam, hogy nem akarok ágaskodni a nagyok mellé, de én is visszagondoltam most gyermekkoromra, hogy egy 5 gyermekes lelkész családba érkeztem, ahol édesapám 1 évvel a születésem előtt tért meg, mint lelkipásztor. Még nem volt újjászületett élete addig. És édesanyám is. És ők úgy neveltek bennünket, hogy édesanyám a
kitűnő diplomájával egy percet nem tanított, mert egymás után érkeztünk 5 gyermek 2 évenként, belénk fetszolta, hogy ma mondanák, minden energiáját. Szegénynek kiismerítettük az életét, a 4 fiú és 1 leány, 65 évet élt aztán, de Isten olyan szolgálatot adott neki, amiben bennünket egy biztonságos, szeretett háttér hordozott. Nem pucélgatott ő bennünket, de tudtuk, hogy valami olyan biztonságunk van, olyan hátterünk van. Valahogy így mondhattuk, mint mikor valaki a meleg kájához érkezik, és annál ott megtámaszthatja a hátát, melegítheti. Olyan sok minden beleépült az életünkbe, és az enyémbe is. És édesapám pedig hívta, akik csak szolgálhattak. Ő maga is nagyon jól hirdette az igét, de akikről tudta, hogy még nálánál is jobban végzik ezt a szolgálatot, jöjjön mindenki. Kicsi gyerekként ott ültem, hallgattam nem csak az ige hirdetéseket, hanem ott laktak a történeteket, eseményeket. Láttam édesapám pásztori munkáját, ige hirdetése készülését, tehát készített Isten, mint ahogy itt Keresztelő Jánosról mondom. És aztán mennek az események, ahogy olvastuk, jönnek a rokonok, jön a 8. napi körülmetélés, akkor adják a nevet, általában az apa nevéről, és hát megdöbbennek a rokonok, hogy az édesanyja nagyon határozottan mondja, hogy János legyen a neve. És ránéznek kérdően az apára, és táblát kér, és ráírja, hogy János a neve. Az a név, amit Isten megmondott, hogy minek nevezze majd a gyermeket. János azt jelenti, hogy az Úr kegyelmes, nevében is hordozza a küldetését, és abban a pillanatban megnyílik Keresztelő János szája. És mi az első, amit tesz? Áldja az Urat. De jó, bocsássátok, vélem olcsó fogás, hogy ha kinyílik a szemed, ha fölébredsz, mi az első, amivel kezded? Áldod az Urat. Ugye ez történt ma reggel is. És ott vannak a rokonok között, és elhangzik Zakariás éneke. Halljuk majd holnap, holnap után is. És csodálkozik mindenki. Ők még csak ennyit látnak, hogy itt valami különös, ami egy körül a gyermek körül történik. És aztán majd fognak csodálkozni, mert ámulatra méltó, amit Isten az asszonytól születettek legnagyobbikával, Keresztelő Jánossal cselekszik. Még csak annyit, hogy azt olvassuk, hogy a pusztában növekedett. Hát a családi otthonban növekedett, csak utána, ahogy írják a magyarázók, a kumráni eszénus közösséghez, akik már nagyon várták a messiást, és akik nagyon komolyan vették az Ótestamentum ígéreteit, igéit, oda kerül nevelésre, gyermekeket is neveltek, ott, ahol tenger északi részén, ahol a telepük volt, és készült a szolgálatra.